A lézerek működése a P-arány. Egy anyagdarabban, ahol a fotonok térfogategységenkénti száma U, a gerjesztett atomoké NM, az alapállapotú atomoké pedig NN, viszonylag egyszerűen kifejezhető az abszorpciók, illetve spontán és indukált emissziók száma. Az itt jelzett két feltétel egyikére a populáció inverzió a válasz. Most azt vizsgáljuk meg, mi szükséges ahhoz, hogy az indukált emissziók száma nagyobb legyen a spontán emissziókénál. Ezeket az egyenleteket nem tudjuk olyan módon egyszerűsíteni, ahogyan az előző részben tettük, mert az AMN és BMN együtthatók közt nincs egyszerű kapcsolat. Szokás bevezetni az úgynevezett P-arány mennyiséget, mely az indukált és spontán emissziók számának aránya. Azt szeretnénk, ha ez egynél nagyobb lenne. Korábbról tudunk valamit ezek számáról. Innen könnyű kifejezni a P-arányt. A BMN és az AMN együtthatók vizsgálata azt mutatta, hogy az anyag normál állapotában, szobahőmérsékleten, a mikrohullámú és a rádiótartományban P nagyobb 1, a látható fény esetén P kisebb, mint 1. A váltás az infravörösben következik be. Mikor lesz tehát több egy anyagdarabban az indukált emissziók száma, mint a spontán emisszióké? A számítások szerint szobahőmérséklet esetén, a mikrohullámok és a rádióhullámok esetén ez magától fennáll. Ha a látható tartományban ilyet akarunk elérni, ahhoz valami trükközés kell. Erről a következő videónkban tudhatunk meg többet.